Sziasztok tesók, elérkeztünk egy olyan videóba, amit a kritikusok imádni fognak. A piromániánkat fogjuk kiélni ebbe a videóba, természetesen porraloltó, illetve tűzoltó jelenlétében. Köszönjük szépen a részvételt. Lehet, hogy kitalálhattátok már a címből, tűzijátékokkal fogunk játszadozni. Játszunk egy kicsit. Lesznek olyanok, amiket még mi is tudunk használni kézből esetleg, vagy nem test közelből, de azért kicsit közelebbről, illetve lesznek olyanok, amiket már annyira nem ajánlott, viszont most egy olyan helyiségben vagyunk, ahol semmi nem tud felgyulladni, atombiztos helyen vagyunk. Kezdjük a gyerekkori hülyeségünkkel, az ördög patronnal, ami szerintem mindenki ismer, ami teljesen ártalmatlan. Az alanyunk nem más lesz, mint Balázs, aki levetkőzi pucéra, hátrafordul és a hátát meg fogom vele vágni. Nem. Ő lesz az alanyunk végig, egy próbababa be van öltöztetve egy karácsony mintás overallba, hogy legyen meg a karácsonyi feeling, és hogyha tűzi játékot robbantanánk, akkor azt rá fogjuk célozni. Kiesett az összes? Nézze a földre. Melyik szaloncukor legyen az első, Balázs? Az összeset dobd el. Csajra? Földhöz. Egyet rádobok. Oké, mehet a földhöz. Ez ördögpatron amúgy? Ezt nem kell meggyújtani? Itt van a végén. Oh my god. Meg kell gyújtani. Azért annyira nem értünk hozzá. Rakd le egy kupaszba és az egyiket meggyújtom. És szépen ide rakom középre. Te gyújtod meg nyilván. Meggyújtom. Kicsit hangosabb volt, mint egy ördögpatron szerintem. Ajánlatos lenne, miközben robbongatjuk, a többit kivinni. Talán. Bocsánat az iménti incidensért, hogy nem tudtam, hogy ez nem ördögpatron, hanem sárkántojás volt a neve. Legközelebb elolvasom, mielőtt használom őket. Szóval akkor következik Tóth Balázs beszédje minden videó előtt, hogy mit ne csináljatok és mit csináljatok. Tanuljatok, legyetek okosak, gyümölcsöt egyetek, zöldséget edzetek, ezeket csináljátok, és amit ne csináljatok, az, hogy bent robbangassatok. Tűzoltó jelenlétével vagyunk. Erre természetesen engedélyünk van, hogy most itt csináljuk ebben a helyiségben. Ez egy teljesen elhagyatott hely. Kumodorosi repülőtér, itt már nagyon sok mindent forgattunk, csak mindig külön-külön helyszínen, hogy ne unjatok meg minket, de már úgyis meguntatom, úgyhogy... Köszönjük szépen a megtekintést, és sziasztok fiúk, lányok! Ezek, amik itt vannak bent, ezeket mindent biztonságban lehet rombangatni, úgyhogy még benn vagyunk, de nyilván a távolság meg lesz tőle, hogy ne gyulladjunk fel. Én vagyok a legnagyobb piromániás az egész családban, eléggé sok hegem van. Az is az az, amúgy, ami ott van, az a kicsi. Jú, nagyon fájt, Balázs. Nagyon fájt. Na nézzük, hogy mik vannak még itt. Van ilyen, hogy pattogó egérke. Ha? Nem tudtam, hogy bedéről neveztek el. Kamillát akartam mondani. Szerintem ez a ördög patron egyébként. Ja igen, azért van ilyen fűrész reszelékbe. Fú, te nagyon okos vagy. Látod, ez milyen okos szűrés? Mindjárt felrobban az egyik a kezedbe. Nem az első alkalom lenne. Na, ezt mind itt földhöz fogom. De nem már. Ó, hogy lesz a dál? Mehet? Na, dobjál egyet. Ez egyben roppant. Tessék. Ez a tiéd mind. Biztos kérdezitek, hogy miért csinálunk ilyen értelmetlen videót, hogy bent robbangatunk. Ezzel szeretnénk jelezni, hogy a tűzijátékot ne úgy robbantsátok, hogy nagyon közel vagytok hozzá. Következő ezek lesznek. Ki lehetne lőni elvileg kézből, de nem fogjuk, hanem kitaláltam egy valamit bele. Na. Seggembe beleállítod, vagy hogy lesz? Próba babát valahogy úgy csinálják meg neki, hogy berakunk ide neki, zsebébe, kezébe. Jó? Az a lényeg, hogy egybe legyen, mert hogyha külön-külön rakjuk, akkor itt robbanna fel minden. És ott derül neki minden az, hogy te nem tanultál kémiát iskolában, és azért buktál meg mindenből. Nem megyek tovább, fonódok össze-vissza. De akkor rajzban ezért buktam meg. Rakunk a zsebébe, ezt a tömböt ezt a kezébe rakjuk, és kifele arra lője ki. Erre kíváncsi vagyok. Fú, erre is. Másik az viszont az valahogy ide kéne. Megnézzük, hogy arcba, hogy milyen érzés lenne. Szerintem nem kellemes. De rakom, úgyis fel fog gyulladni az egész. Ezek csak ilyen kis fingok. Az meg már másik fajta, nem? Igen, az is másik fajta, igen. Két fajta van benne, jó. Ezeket megtartom magamnak. Mehet. Jó, csináld már! Ennyi! Ezt kellett volna kézből kilőnünk! Biztos, hogy nem. Oké. Okay. Ez nekem nem tetszik amúgy. Ez nekem se tetszett, hogy őszinte legyek. Kis bugis. Kis lötyögős volt. Jó, ez amúgy uncsi nekem. Ez kettő! Jaj! Az például nyakára állom. Az kemény. Ezt most itt hagyjuk szerintem, mert égjünk. Húljunk rá kis porra a oltót. Ja, ettől csak meg fog gyúlni. Oké, te maradsz most, nem lesz ibb a jó. A következő a pillangó lesz. Na, így néz ki a kis pillangó. Ezt tudjuk, hogy működik, és felfele száll. Ezt így csak így el kell dobni, így. Gyújtsa meg is, dobd el. Jó. De akkor egyszerre fogod vagy négyet. Jó, illatosak leszünk a videó végére. Na, mehet? Dobd már el!
Várj, az nagyon ména volt. Nem mindegyiket gyújtottad be. Hoppa. Kis pukika elszállt közbe. De Bede, azt miért kézből? Bede! Normális vagy? Ezt gyújtsd már be, léci. Fejjel lefelé volt. Mindegy, ezt nem lehet rendesen eldobni. Na várj, még egyet. Várj, van egy ötletem. Az szép volt amúgy. A telót majdnem eltaláltam. De hát nincsen gond. Faterítak, van pénze, az cső. Ami a következő? Én jövök. Ez mi petálda? Varázsvirág. Tessék bele. Köszönöm. Szerintem rakjuk le egybe, egymás mellé meg tudjuk gyújtani egyszerre őket. Felsorakoznak, éppen megbeszélést tartanak. Akkor én azt mondom, hogy menjünk fel. Ez mekkora ötlet? Na jó, úgy. Bered, hozzá se ér inkább. Mert... Ez tényleg szép volt. 10/10. Most pedig következel, amit megint én fogok meggyújtani. Persze. Hát nem, ezt te fogod meggyújtani. Ez szar, mi? Igen. Most úgy következik a UFO. Mehet? Mehet. Futok. Ja, nem gyújtott, de meg hülye vagyok ráadásul. Ez egy ilyen házikó amúgy, nem is értem miért UFO neve. Azt a nevet adtam volna neki, hogy házikó. Cseng vagy hármat egyszer. Szerintem az összeset. Akkor az összeset meggyújtjuk. Na most kirakod Pili Szent Györgyöt. Tóbeleg viszont jó volt fizikából, gyerekek. Az, hogy négy egyszerre begyulladt! Jaaa! Úristen! Azt a kurva! Ez mekkora volt? Ez nagyon szép volt. Eddig ez volt a legjobb szerintem. Elkezdtem félni, mert ezek egyre jobbak. Habozzunk tovább, vagy csináljuk a kövét? Mehetünk. Oké. Okay. Ez már lehet, hogy ki fogunk szaladni. Ez bomba már, nem? Érbomb, az a neve. Itt már nem is fogunk belenni, hanem ilyen vastag kapu, vaskapu. Nö. Kívül. Kívül fogjuk nézni. Mert? Mert. Ide repült egy darab. Csak meg utánad. Vesz még egy, hogy meg kell gyújtani. Itt maradok, jó? Ja, semmi. Egy darab gyulladt meg. Mert kettő? Igen. Ah, igen, az a távolos már. Kettőt akkor. Mindkettő meg gyulladt? Csak. Kész. Ennek már fingszaga van. Mind a kettő meggyulladt. Ez kemény volt amúgy. Ez nagyon kemény volt. Eddig ez volt a legkeményebb. Ekkorát durrant. Kijött és utána robbant egyet. Ja. Szóval a következő azok ilyen kicsik, ilyen kicsi vékonyak, de 12 darab van belőle és Tóth Balázs kitalált valamit. Mi lenne, hogyha ezt itt így csinálnánk meg, és akkor ott egyszerre az mind be fog gyulladni egymás után. Ezeket vegyük ki, nem? Nem. Pont az, hogy egymásra feküdjenek. Szerintem most is a próbababát fogjuk használni. Bocsász. Minden itt lévő szemetet össze fogunk szedni. Nem hagyjuk itt akkor is, hogyha elhagyatott hely. De ez most egy kicsit durvább lesz. Ja, hogy ezt így fogjuk használni. De az belfele meg fog menni a ruhája. Igen. Akkor ide feszítjük a kezével. Fúliát nem akarjuk levenni? Nem, azt tartja egybe őket. Bere, futóverseny következik. Gyere, ez csak egy Földülövi az összeset. Igen. Akkor elmondhatom most már? Elmondhatom most már, jó. Kicsit megkavarodtunk. Ugye vele? Igen. A az kemény menet volt. Ez mind kigyulladt, igaz? Nem szerintem volt, igen. Volt. Oké. Okay. Ezt még egyszerű vízzel is le lehetett, ez csak kicsi égés volt, de... Ezért kell mindig megnézni a tűzijátékon is, hogy gyújtott be, és hogy merre lő ki. Mert most is Bedével azt gondoltuk, hogy ahol begyújtjuk, és a másik végén fog kijönni, de pont azon a végén jött ki. Ezért kell elővigyázatosnak lenni. És jobban rácsavarni a kupakot. Igen. De legalább nincsen baja még a hölgynek. Lehet, hogy utána hazaviszem és Jeffrey Dahmer fogok játszani. A következőt gyújtsuk be, és nézzük meg, hogy mi fog történni. Szerintem igen, mert kicsit tájékozódik. Nekem pedig voice crack-em van. Ezt akkor most ide kell tépni. Hát nem tudom, nézd meg. Jopá. Jaj, bocs. Oh, hogy így? Tudom én, hol kell keresni a lyukon belül. Ugyanúgy rakjuk bele a kezébe. Kilövés iránya arra. Jó. Nézd már ezt. Erre van a nyíl, látod ezt a két nyílat arra? Kilövés iránya arra.
ezeket. Köszönjük az információkat. Mi bitte jól tudod tartani ezt a rudat. Bele. Ne csináljuk már ezt. Mert? Aha. Társ lesz. Mindegy. Már mindegy. Hallod, ez telibe ide esett az ajtóhoz. Nagyon nagy füst van. Ez hogy sikerült így? Nem tudom. Júj, nagyon kemény. Még jó, hogy vízzel öntöttük le a nadrágát egyébként. Ezért most gyorsan rá egy olyat bele és dobd el, ja. Istenem. Ja, f***nk ezzel a nagy füsttel. Keresztúzatot kell csinálnunk, ezért most kimegyünk és tényleg most szünet egy kicsit, mert nem egészséges ebbe a füstbe lenni. A few moments later. Miért szavaztál állandóan, hogy ott áll valaki? Azért, mert már öreg vagy. Az előbb te szálltál be tőle, csak úgy mondom. Most hármat fogunk lőni, kettő ugyanolyan is, egy azért még durvább. Pont, hogy ez volt az előző. Kettő erősebb, tényleg. Nem vagyok jó matekból. És most már bunker, vagy nem tudom ez mi. Nek a másik oldalán vagyunk, szóval már annyira nincsen nagy füst, meg szellőztetés is csináltunk, úgyhogy nem lesz para. De megint le fog esni a kezéből amúgy. Hát persze, csak hogy valahogy meg kéne gyújtanom. Ja, vigyázzatok azon az oldalon! Mert? Aha. Gyere, bele, gyere, gyere! Vége. Oh, nézd már, hogy repült el a izé. Fedője. Csajnak semmi baja. Még mindig semmi baja, amúgy is kezébe volt minden. Következik a videónak annak a része, amikor már nem szarozom, gyerekek. Most már nem játék, két ajtó. Ez egy játék fog következni. Mind a két ajtót be is csukjuk most már, mert durvák lesznek. Meggyújtjuk, kiszaladunk, és addig a másik két ember pedig tolja be az ajtót egyből utánunk. Nem akarunk cafatokba hazamenni. A következők már egy kicsit durvábbak lesznek, ezért is jöttünk át a másik oldalra. Most már GoPro van bent és nem a telefonom. És ezt az ajtót, ami itt van, az egy nagy ajtó, csak nem látszik, mert sötét van. Ezt is be fogjuk csukni, és a másik oldalon is csukva van. 100-at fogunk kilőni összesen most. Ez egy kicsit durva lesz már. Ugyanúgy a próba baba elé fogjuk tenni. Úristen, én nagyon félek. Hát ez komoly lesz. Nagyon sprintelni kell kifele. Így. Visszaszámolok, jó? 3, 2, 1. Egy volt. Csak az egyik szerintem. Ez csak egy volt, mert csak egyet gyújtottam meg. Mennyibe akkor? Most begyullad, mert mind a három ott van pont egy helyem. Kezdődhet? Aha. 3, 2, 1. Jó! Ez most mind a három lesz! Megvárjuk. Hoppa. Oké, azt hiszem ennyi. Hú. Amíg ott ég valami. Amit a gyertyák lennének. Ja. Én nem megyek közel venni. Vegyük úgy, hogy ez elpattant, jó? Ennyi. Jön a következő. Ennél még itt vannak durvábbak ezek. Most összesen 100-at lőttünk ki. A következő haverunk, ez nem más, mint a Silver. Ezt részletesebben kisinyíthattam volna. Komoly lesz. Komolyan is néz ki. Mert? Ha. Ez lesz eddig a legdurvább. Jó. Basta! Jézusom! Basta! Jajajajajajaj, kiégett valami. Na itt mi történt? Ennyi. Tűzoltó akartam lenni amúgy is. Hú. Kérdésem még mindig az, hogy ez hogy áll még mindig ott, abban a helyben, ahogy lehet. Ezt nem tudom, hogy áll még mindig így amúgy. És a csajnak hallod a gatyája, megint ugyanazon a helyen ég. Ugyanazon a helyen ég, ja. Nagyon-nagyon büdös van. Illatozzunk még be egy kicsit, én azt mondom. Igen. Jöhet a következő. A következő az a Battleship. Ez egy kicsit árulkodik magáról, hogy ez nem lesz gyenge szerintem. Ha tippelnem kéne, szerintem azért az a neve, mert hogy olyan, mintha ilyen harci mezőn lennél, mert ilyen fegyverdúrogásokat imitál. Okos vagy te. És hát akkor mi így kell indítani? Mm. Meglátjuk. Mindenki álljon az ajtótól. 3, 2, 1. Futás. Nem 16 lövetű volt ez? Nem számoltam. Egyszer gyújtom be én is, ez történik.
következzen még ennél is durvább, és utána pedig a fő produkció fog következni. Következik a még durvább, amihez külön használati útmutató van. Itt van a kanócnak a vége. Mert is akkor. Kezdődjön. Tedd le a földre. Azt hittem, hogy kézbe akarod meggyújtani, amit a hülye vagy. Mert? Futás, 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 csuk, 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 csuk! Júj! Ennek már nagyon nagy hangja van. Gyere, hátrébb, hátrébb, hátrébb! Most kezdődött el! Ez csak a finálé volt. Ja, jó, ez nagyon komoly kommandós füst. Szegény GoPro meg itt van a sarokban és vesz mindezt, amit csinálunk. És okay. A hölgynek azóta se semmi baja. Ugyanaz az egyik füsttel. Hát akkor habozzunk? Vagy akarunk még beszélni valamiről? Például a falat. Hát eltalált a párhelye. Szerintem gyújtsuk a következőt a is. A finálé. Mert én már nem látok semmit. Azt a rohadt. Ez a Victory. Ez 49 lövetű, és ezek szoktak azok lenni, amik felmennek az égbe, kb. 50 méter magasságban és szétdurranak. Ezért most nagyon-nagyon messzire fogunk elmenni, és tényleg senki nem marad egyik oldal se közelbe. Ott hátul sem maradjatok közelbe, jó? Akkor... Ez két kanócos? Aha. Ajjajajajaj, ez kettő. Várjál, hozok még egy gyújtót, és egyszerre gyújtsuk be. Na Balázs, az utolsót akkor egyszerre gyújtsuk be. Örülök, hogy itt vagy velem, Bede, és hogy ezt veled élhetem át, az ilyeneket, az ilyen érdekességek. Ja, te vagy Bede. Mehet Balázs? Hogy mondjam már? Ja. Köszönöm, hogy így átéltem veled ezeket a gyerekkori álmainkat, amiket gyerekkorunkban megálmodtunk, és most megvalósíthatjuk. Mindegy, nem pofázok elsírni. Na mehet. 3, 2, 1. Futás! Én nem megyek be. Ennyi? Úristen, akkor tényleg nem lehet semmit látni. Egyébként a GoPro úgy volt beállítva direkt, hogy sehogy se tudjon elmozdulni. Az bet viány, hogy füstöl még. Menjünk ki, mert tényleg füstöl még. Úristen. Ez kintről is olyan nagyon nagy adrenalin bomba volt amúgy. De hogy elnéztem a babának, így se lesz semmi baja amúgy. Ott nézd, ott ég. Júj, ez még fel fog robbanni. És ez nem volt 49 lövet, az még biztos, hogy robbanni fog. Nagyon ég amúgy. Fuck! Én még biztos lennék benne, hogy az robbanni fog, én nem merek bemenni. Na, én bemerek. Ne. Jó, én bemegyek a GoPro-ra, de kijövök. Jó, hősiesen. Hogy futunk kifele? Azta de szép! Hát a próbababán kibírta, ezt vártuk tőle egyébként. De ennyi erővel én is beállhattam volna oda, nem? Ah, persze. Mondtam Balázsnak, de hát nem akarta. És nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy a kövében is itt lesztek. Iratkozzatok fel, találkozunk a kövi videóban. Puszillak titeket. Hello. Szeretném, hogy levetkőzök és a hátamhoz vágsz egyet. Ebbe, de itt van éppen, fittestel. Kezdjük. Végre b***. Föltözt vágtam. Mellé dobtam véletlen. Az a seggélyen csó, tényleg? Most lesz jó. Ezt éreztem. Te is megpróbálod? Ne így dobt, hanem így. Jó. 3, 2, 1. Seggeden pattan neked is. Még egyet. A seggemről még a légy is visszapattan.